lassan itt az év vége. Decemberben több olyan ünnepünk is van, amely az emberek szívét megmelengeti. Az utóbbi években Turkevén is volt karácsonyi falu. Ez nagyon összehozta az embereket, akár a munkában, akár amikor kijöttek és meglátták azokat az elkészített dolgokat, amiket a kereskedők és az önkéntesek adtak. Egy pár héttel ezelőtt polgármester úr egy posztban kijelentette, hogy az idén nem lesz karácsonyi falu. Többen megmozdultak, hogy mégis legyen. Kántorné Bíró Emília alpolgármester asszonyt kérdezem, hogy hogyan áll most a karácsonyi falu szervezése? Dolgozunk. Dolgozunk, mert amikor jött ez az borzasztó energiasok, akkor tényleg arról volt szó, hogy mi szinte minden leáll az országban, úgy tűnik, nagyvárosokban sincs díszvilágítás, nem lesz. Még polgármester úr írta azt, hogy a főutcán lesz, de inkább arról mondtunk le, mert az akkor is pénzbe kerül, ha csak a világítás megy, hiszen minden évben a fölszerelés, leszerelés az százezrekbe kerül. És inkább arról lemondtunk, de arról az együttlétről, amit átéltünk a karácsonyi faluból, abban a faluban minden alkalommal arról nem akartunk lemondani, hiszen várják az emberek, és olyan szerencsénk volt, nagyon sokat beszélgettünk azokkal, akik eddig is segítettek, meg bent a hivatalban, akik sokat dolgoztunk rajta, meg a művelődési házban, akik sokat segítettek, hogy ezt nem tehetjük meg, mert a karácsony az akkor is ünnep, ha akármilyen szegények vagyunk, akkor is, ha nincs, és azt a közös élményt, amit át kell élni karácsonykor, hiszen ma még az egyes embernek is nehezebb lesz a karácsonya, akkor amit tehetünk, azt tegyük meg, és az a mi szívünket, lelkünket is melengeti. Úgyhogy összeállt egy kis csapat, már látni a hirdetéseket a karácsonyi sütemény felajánlásokra, a versenyekre. A helyszínen is gondolkodtunk, és úgy döntöttünk, hogy most levisszük a piacra, ami lehet, mondták, hogy itt hangulatosabb, viszont aki egész nap ott volt, az tudja, hogy itt nagyon húzatos, szeles volt. Ugye sajnos a könyvtárban sem lesz fűtés, ott oda nem tudunk bemenni, melegedni, de van segítség, aki sátrat felajánlott, és épp azt beszéltük, hogy eddig a zsírt azt olvasztottuk, most meg azért tesszük hűtőládába fagyakú nélkül, hogy ne dermedjen meg, és azért sátorban lesznek segítőink, és ugyanúgy lesz zsíros kenyér. Azt is, és a faházakat úgy, mint aki volt kint szilveszterkor, láthatta, azokat körbe rakjuk, valamint kis dobogót azt teszünk oda, ahol szerepelnek a sátor alá a gyerekeknek, ami viszont azért nagyon jó, mert ha eső lesz, vagy bármi, akkor sem kell menekülni az eső elől. És azt hiszem, hogy az a helyszín azért alkalmas lesz arra, hogy szerényebb körülmények között is, de közös együttléttel lehessünk, és a fűre megint teszünk hordóba melegedőket, és akkor a hangulatot adjuk. Közvilágítás, díszvilágítás nem lesz, de girlandjaink vannak annyi, hogy a sátrat föl tudjuk díszíteni, a faházakat föl tudjuk díszíteni. Hál' Istennek jelentkeznek azok, akik szeretnének ott árusítani, és akkor az a kis karácsonyi bensőséges hangulat azért ott meg lesz a piacon. Nem lesz pénzünk előadókra, nem lesznek fizetős előadások, viszont a helyi szereplők készülnek most is. Úgyhogy ez ilyen szempontból még bensőségesebb lesz, de egymásnak okozunk örömet, hiszen eddig is talán azért az volt a legnagyobb élmény, mert az ember a gyermekét, unokáját látja szerepelni, ők is örömmel készülnek, akkor ez jó érzés kell, hogy legyen nekünk. Úgyhogy ugyanúgy várható, hogy forralt boros, tejás, zsíros kenyeres, közös együttlét lesz a városban. Most is szombaton tartjuk a két nap, ugye amikor első alkalommal szombat-vasárnap volt, azoknak, akik dolgoztak, az annyira megterhelő volt, hogy már tavaly is csak egy napos volt. Hát most is szombaton lesznek a gyertyagyújtások és a programok, de vélhetően a szeretet az ugyanúgy meg lesz közöttünk, a beszélgetések, az alkalom. Tehát a karácsonyt nem hagyjuk veszni, még ha szerényebb körülmények között is, és abban megreménykedünk, hogy azért majd enyhül ez a helyzet, és akkor a következő években visszatérhetünk a díszítésre is a városnak, mert még vettünk is hozzá évelején, hogy legyen még több díszünk, de most
ezzel nem a díszvilágítással most nem fogjuk örvendeztetni a lakosságot, ami fájó, de hát inkább legyen közvilágítás, mint hogy erre menjen. Már azt is megszoktuk, hogy a főtéren itt a Városháza előtt egy hatalmas fenyőt díszít fel a város lakossága, és egy-két évvel ezelőtt egy hatalmas koszorút, adventi koszorút is elhelyeztetek. Lesz most is karácsonyfa a főtéren is. Még az adventi koszorú, az valószínű ott lesz lent a téren, ahol vagyunk, ott fog meggyúlni, lesz karácsonyfa itt a főtéren, ami nem lesz világítva, de ott már felajánlásból van egy 5 méteres ilyen égősoros fenyő fény, amit szintén tudunk onnan üzemeltetni, és akkor az azért a hangulatában jó lesz, remélhetőleg. Mikor kezdődik a karácsonyi falu, és mikor zár? Az advent első szombatján, november 26-án, aztán a következő heteken, mindig a szombati napon, az utolsó az 17-én lesz, december 17-én. Szerencsére vannak ugye a kéknek is felajánlásai koncertek, ami a templomba lesz, a református templomba, és lesz a katolikus templomba is, tehát azok a szereplők, énekesek, muzsikusok, akik felajánlották a szereplésüket, azok is bensőségessé teszik ezt a rendezvényt. Akkor Turkevel lakossága megnyugodhat, nem marad ünnep nélkül a karácsonyvárás idején. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Köszönöm szépen én is, hogy tényleg érdekel mindenkit. Mi is úgy éreztük, hogy ez nagyon kell az embereknek, nekünk is, a mi lelkünknek is, hiszen olyan nehéz év volt, amit azért nem szabad szomorúan befejezni, még akkor sem, ha nehezebb. Ezt együtt át kell vészelni, mert elmúlik és majd jobb lesz, de meg kell találni az örömöt minden helyzetben.